A Mátészalkai Móricz Zsigmond magyar-angol két tannyelvű általános iskolába 364 tanuló jár. Az épület közel 30 éves, ezért időszerű volt a rekonstrukció. Szigetelték az épületet, valamint kicserélték a nyilászárókat. Csak ettől a beruházástól bruttó 3 millió forint éves megtakarítást vár a Mátészalkai önkormányzat. A Szatmári városban befejeződött továbbá a 4 évszak óvoda energetikai korszerűsítése. Ezen az épületen a lapos tetőt is felújították, megszüntetve ezzel a korábbi beázásokat. A Szatmár alapfokú művészeti iskolában szintén elvégezték a költséghatékonyságot célzó munkálatokat, ebbe az épületbe új eszközöket is beszereztek. 80%-os energia megtakarítást prognosztizálunk az elkövetkezendőkben évente. A kazáncserével, a napkollektorok beépítésével, illetve a hőszigeteléssel. És összesenben ez egy ilyen 4 milliós megtakarítást, ez azt jelenti, hogy a következő évtől 10 millió forinttal kevesebb energiaköltséggel kell a három épület felújítása kapcsán Mátészalka város önkormányzatának számolnia. A beruházások átadásán jelen volt Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ehhez hasonló beruházásokra a jövőben is érdemes pályázni. Az energetika az nagyon fontos most így a párizsi klímacsúcs után. A Magyarország is vállalt olyan kvótákat, amelyek nem a betelepítésről, hanem az energiaszektorról szól, és csökkent azokat a károsanyag kibocsátásokat, amelyek az ózont károsítják. Éppen ezért az energetika, a KEHOP pályázatok a jövőben prioritást fognak évezni a Széchenyi 2020 program keretében, úgyhogy innen üzenek minden vállalkozónak, önkormányzatnak, magánszemélynek, társaság tulajdonosoknak, hogy figyeljék a pályázatokat, figyeljék azokat a lehetőséget, amelyek ezeknek a pénzeknek a lehívásához hozzájárulhatnak. Mátészalkán mindemellett a közlekedési infrastruktúrát is javították, egy 102 férőhelyes parkolót alakítottak ki a közfoglalkoztatási program keretében. A beruházás 60 millió forintba került.